már 5. alkalommal megrendezett meglepetés kirándulást mindig nagy izgalommal várják az idősek, mert kicsit kimozdulhatnak, valami érdekeset láthatnak, és egy hangulatos napot tölthetnek el együtt. Zenével, sok finomsággal várták őket, még tombola is volt. Nagyon jó a társaság, főnökség is aranyosak, és az emberek is, szívesen megyek, és jó lesik minden, amit ott megadnak az embernek. Az évek óta visszajáró vendégeknek mindig nagy öröm egy ilyen összejövetel. Nekem az a véleményem, nekünk ez egy meglepetés volt számunkra. Nem tudtuk, hogy hova megyünk, de nagyon kellemes hely. Szeretek az otthonba járni, megvan a jó társaság, lehet beszélgetni, és szívesen megyek minden nap. A szervezők minden alkalommal saját maguk készítik még a vendégváró falatokat is. Mivel idősekről van szó, nagyon fontosnak tartottuk mindig, minden évben a zsákba macskát, hiszen meglepetés nélkül, ajándék nélkül így nem távoznak a rendezvényekről. Ha körbenéznek az emberek arcain, az a boldogság, az a felszabadultság, hogy kiszabadultak az otthonukból, még az időjárás is ma nagyon kedvező volt számunkra, hiszen egy kicsit visszahűlt az idő, és így még jobban élvezhetik a mai napot, amit mi biztosítunk számukra. A program részeként kinyitották a Percel kúriát is számukra, ahol megnézhették a Felvidékiek Egyesületének szobáját, illetve a Német Nemzetiségi Helységet is. Számomra nagyon jó érzés, hogy olyan csapatban dolgozok, akik az ötleteimet támogatják, megvalósításban segítenek, és hogy ilyen rendezvényeket tudunk nekik részükre megszervezni. A rendezvény részeként még az is feladat volt, hogy mindenki mondjon egy dolgot, amit még megtenne. A központ ebben az évben is számos programmal készül még az idősek számára.